Kreatív központ. Szombathelyen jöhet létre a Kreatív Gazdasági és Tudás Központ. A milánói világkiállítás magyar pavilonja lebontása után a Huszár úti laktanyába költözik. Zöld óvoda. Ezt a címet örökösen birtokolhatja a Szűrcsapó óvoda. Az apróságok környezetismereti nevelésére nagy hangsúlyt fektet az intézmény. Aktív időskor. Sorsolással döntötték el, kik utazhatnak először parlamenti látogatásra Szombathelyről, senki sem marad le a budapesti városnézésről. Ez a Szombathelyi Televízió híradója, a műsorvezető Maros Kis Adrien. Jó estét kívánok! Szombathelyre kerül majd a 2015-ös milánói világkiállítás magyar pavilonja. A 11-es Huszárúton állítják fel az épületet, ahol kulturális és gazdasági központok működhetnek majd. Erről is szó volt a hétvégén a kreatív gazdaságról szóló konferencián. A 11-es Huszárúton az egykori szovjet laktanya területén állítják majd fel a magyar világkiállítási pavilont. Az erről szóló megállapodást a hétvégén írták alá a Nemzeti Kreatív Intézet konferenciáján. Egy világkiállítási pavilon haszna hosszú távon lesz érezhető, mondta a tanácskozáson Szőcs Géza kulturális főtanácsadó. Számszerűsítve meghatározhatatlan, de nyilvánvaló hasznok. Ezt is tőként, kapcsolati tőként vonzerűnek fog jelenteni a szombathelyeknek. És azt mondják, és az egész országnak és az egész nemzetnek. Szombathely városa komoly lehetőségeket lát a pavilon felépítésében. Bemutathatjuk az oktatás, a képzés, az innováció mellett a látogató központ funkcionálva. A milánói világkiállítás 2015-ben lesz. A magyar szereplés összehangolása a szombathelyi regionális központtal létrejött Nemzeti Kreatív Intézet egyik feladata. A magyar pavilont a kiállítás után építik fel Szombathelyen, várhatóan 2016 elején. Éppen a Szent Márton évtől lesz látogatható a 11-es Huszárúton. Kisorsolták azokat az idős embereket, akik március végén utazhatnak a parlamentbe az Aktív Időskor Szombathelyen program keretében. Még novemberben fogadta el a közgyűlés a programot, amelynek egyik állomása a budapesti kirándulás. Erre azonban többszörös volt a túljelentkezés. A Máli néni című előadással vette kezdetét még decemberben az időseknek szóló szombathelyi programsorozat. Sokan voltak kíváncsiak az előadásra. A városban élő idősek többsége igyekszik tartalmas elfoglaltságot találni magának. Szív klubba vagyok, igen, oda megyünk beszélgetni, az nagyon jó közösségbe. Nagyon szeretek menni. Nagyon jó lenne, ha többször és többféle helyen találkozhatnánk, mert azt hiszem, hogy nagyon izoláltak vagyunk, úgyhogy jó lenne egy kicsikét így megismernénk egymást, és azért úgy tanácsot is tudnánk egymásnak adni, meg elbeszélgetni, mert azért úgy nézem, hogy a többség az, mint én is, egyedülálló. A demográfiai mutatók alapján egyre nő a 60 év felettiek száma hazánkban. Tavaly a lakosság harmada időskorú volt. Szombathelyen sem kedvezőbb a helyzet. Az önkormányzat a 60 év feletti korosztály számára dolgozta ki az Aktív Időskor programot. Az eddigi részvételi adatokból és visszajelzésekből úgy tűnik, az érintettek örömmel fogadták a kezdeményezést. A színház látogatáson 540 fő vett részt, a mozi látogatáson pedig 640 idős személy vett részt. Az arányok azok úgy néz ki, hogy maradnak, hiszen a budapesti kirándulásra, parlament látogatásra, hat történeti múzeum megtekintésére is 579 fő jelentkezett. Egyszerre ennyien azonban nem tudnak menni. Puskás Tivadar polgármester ma sorsolta ki az első két turnus 100-100 résztvevőjét. Időközben aztán összedugtuk a fejünket, és hát ez hárommal több alkalmat jelent ugyan, de minden jelenkezőnek igyekszünk ezt a lehetőséget megadni. Most akkor ez a sorsolás az arra volt való, hogy mondjuk sorrendet állítsunk, akiket először kihúzunk erre a parlament látogatásra. Március 24-én és március 31-én összesen 200-an utazhatnak Budapestre. Erről mindenkit értesít a polgármesteri hivatal. A további parlamenti látogatásokat várhatóan áprilisban és májusban tartják.
Elnyerte az Örökös Zöld Óvoda címet a Szűrcsapó Óvoda. A természet megismertetésére nagy hangsúlyt fektet az intézmény, kirándulni járnak a gyerekekkel, és növényeket is ültetnek. Az óvónők fontosnak tartják, hogy minél kisebb korban környezettudatos szemlélet alakuljon ki a gyerekekben. Akkor a sárkában itt fogunk ültetni. A piros színnel pedig a paradicsompalántákat jelölik. Ezen a foglalkozáson a zöldségekkel ismerkedtek az óvisok. Földet kell tenni abba a picike WC-papír gurigákba, aztán pedig bele kell tenni a magot, és utána megöntözzük, és kitesszük az udvarra, hogy legyen egy kis napfény. A növény fejlődésének a folyamatát kísérik végig a gyerekek. Ilyen és ehhez hasonló programokat rendszeresen tartanak a Szűrcsapó óvodában, ahol nagy hangsúlyt fektetnek a környezet és a természet megismertetésére. Az intézmény háromszor kapta meg a Zöld Óvoda címet, most pedig az elmúlt 9 év szakmai munkája alapján elnyerték az Örökös Zöld Óvoda elismerést. Meg kellett fogalmaznunk, illetve pontosabb egy önértékelést kellett készítenünk arról, hogy az elmúlt 9 évben milyen fejlesztéseket sikerült megvalósítani. Itt nem csak az eszköz, sőt, majdnem, hogy nem arra fókuszál az egész pályázati kiírás, hanem a nevelésben elért eredményekre. A cím elnyerésének feltétele volt, hogy a gyerekeket a környezettudatosságra neveljék, főleg tapasztalati módszerekkel. Ezért az óvisok sokat járnak kirándulni is. Az átfogó természetismeretnek köszönhetően a gyerekek könnyebben boldogulnak az első iskolai években is. Az Elvetett Magtól a Kenyérig címmel nyílt a napokban kiállítás a gyermekek házában. A néphagyományokat bemutató tárlathoz kapcsolódóan hétfőtől különféle kézműves foglalkozásokon vehetnek részt a kisdiákok. Az első látogatók kenyérlángost készíthettek. Amit fogunk készíteni, nem más, mint a kenyérlángos. Hallottatok, vagy ettetek már kenyérlángos? Igen, igen? Nem. Igen. Akkor elárulom nektek, hogy melyik az. A foglalkozás vezető többet is tett ennél. Nem csak azt árulta el, milyen is a kenyérlángosa vagy langalló, de azt is, hogy hogyan készül el. Nagyon egyszerű langalót készíteni, alig kell hozzá alapanyag. Liszt kell, élesztő, egy pici cukor az élesztő felfuttatásához, langyos víz, só és egy csöpp olaj, hogy ki ne száradjon a tészta. A gyermekek házának 11 péklegénye és leánya végigkövethette a langalló készítésének egész folyamatát. Szitálták a lisztet, megfigyelték, hogyan fut fel az élesztő, hogyan kell tésztát gyúrni, dagasztani. A nyújtást maguk is kipróbálhatták, majd a langallóhoz mindenki saját ízlése szerint készített feltétet. A hagyományok szerintem nagyon fontosak a gyerekek életébe. Jeles napokat az iskolába is megünnepeljük, és a múlt nélkül biztosan, hogy nincs jövő, megjelense, ezt kell ismerni a gyereknek. A foglalkozáson résztvevő gyerekek között akadt, aki már otthon is ismerkedhetett a kenyérsütés hagyományával. Apu csinálja a tésztát, anya meg a feltéteket rakja rá. És te miben segítesz ilyenkor? Megenni. A következő hetekben ide látogató gyerekek a langalló mellett magos kis cipót és fonott kalácsot is formázhatnak, de megtanulhatják azt is, hogyan készül játék vagy ékszer szalmából. Kevesebb lakás épült Vas megyében. Nőtt az influenzás megbetegedések száma. Báli kiegészítők a hónap műtárgyai. Rövid hírekkel folytatjuk. Visszaesett a lakásépítések száma. Az országos tendencia Vas megyében is érvényes, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal hétfőn közzétett adataiból. Vas megyében tavaly 370 új lakás épült, míg egy évvel korábban 506. Ez azt jelenti, hogy az országos aránnyal megegyezően mintegy harmadával kevesebb lakóingatlan készült. A kiadott új lakásépítési engedélyek száma ennél pozitívabb képet mutat. Vas megyében 1105 engedélyt adtak ki tavaly. A legerősebb az év utolsó negyede volt. Nőtt az influenza megbetegedések száma Vas megyében. A múlt héten mintegy 10%-kal több beteg fordult orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, mint egy héttel korábban.
A megyében a legkevesebb megbetegedést Szombathelyen és a Megyeszékhely térségében regisztrálták. A betegek több mint a fele a 15 és 34 év közötti korosztályból került ki. Kórházi látogatási tilalom elrendelésére nem volt szükség Vas megyében. A farsangi szezonhoz kapcsolódva báli kiegészítők a hónap műtárgyai a Szavária Múzeumban. Mini kiállítás fogadja a látogatókat az intézményben, és ehhez kapcsolódva szerveztek szombaton családi programot. Az érdeklődők a kézműves foglalkozáson legyezőket készítettek, később táncbetétekkel fűszerezett pódiumbeszélgetésen vettek részt, melyen a 19.-20. század fordulójának báli szokásairól tájékozódhattak. A délután családi betélkedővel zárult. Balassa Péter, a Jobbik Magyarországért mozgalom szombathelyi képviselője és Wecker Anita, a párt szombathelyi alelnöke sajtótájékoztatón ismertette szombaton, hogyan biztosítaná a Jobbik a megélhetést Magyarországon. A legfontosabb feladatok között szerepel a korrupció felszámolása, valamint az áfa 5%-ra mérséklése, az alapvető élelmiszerek, a gyermekneveléshez szükséges termékek és a rezsiköltségek esetében. A devizahitelek forintosítását is fontos célnak tartja a párt, ahogy a közmunkások mezőgazdasági és élelmiszeripari foglalkoztatását is. A kereskedelemben és a szolgáltatóiparban a cégek anyaországában elérhető bérek 80%-át kellene kifizetniük a dolgozóknak, hangzott el a tájékoztatón. A Jobbik kivezetné a vállalkozásokat sújtó extra adókat, támogatná a hazai kis és közepes vállalkozásokat, és az EU függőséget magyar-horvát-lengyel együttműködéssel ellensúlyoznák. A Jobbik Vas megyei elnökének hétfői tájékoztatása szerint Balassa Péter, Bana Tibor és Rába Kálmán is összegyűjtötte az országgyűlési képviselő jelöltséghez szükséges aláírásokat. A Falco Trend Optika KC csapata 82-70 arányú vereséget szenvedett Körmenden a megyei kosárlabda rangadón. A sárga-feketéknek különböző okok miatt Zelko Zágorácot, Bognár Kristófot és Harazin Tamást is nélkülözniük kellett. Az élvonalbeli férfi kosárlabda bajnokság 21. fordulójában vasi rangadót rendeztek, a tabella 6. helyen álló Körment fogadta a 8. Falkót. A helyezések alapján akár még kiki meccsre is számítani lehetett volna, ám a sárga-feketéknél Zsejko Zagorác sérülés, Bognár Kristóf vírusos megbetegedés, míg Harazin Tamás családi tragédia miatt nem tudta vállalni a játékot. A szombathelyek ezzel a komoly handicappel csupán 10 percen át tudták magukat versenyben tartani. Az első negyed végén még csak egy pontos hátrányban voltak Vil Tamásék. A folytatásban viszont a körmendiek Rakocsevic és El Amin vezérletével magukhoz ragadták az irányítást, és a 36. percben már 23 ponttal jártak előrébb. A Falco a végjátékban picit felzárkózott, így a vége 82-70 lett a hazaiak javára. A szombathelyiek vereségük ellenére maradtak a tabella 8. helyén. A sárga-feketék legközelebb március 1-én Kaposváron lépnek pályára bajnoki mérkőzésen. Mandic Angyelko legénysége azzal a derbivel zárja majd a nem éppen jól sikerült alapszakaszt, ami után az alsóházban szerepelhetnek a sugárútiak. A szombathelyi televízió híradóját látták, műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg, friss híreinket pedig a szombathelyi7.hu hírportálunkon olvashatják. Híradónkat óránként sugározzuk. Én valamennyi munkatársam nevében megköszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!